Ulaganje u obrazovanje je uvek opravdano. Ulažemo danas u obrazovanje da nam još bude budućnost svetlije. To kažem na osnovu Nobelovca San Giorgio Alberta. Samo ove godine iz pokrajinskog budžeta smo izdvojili više od 200 miliona dinara i infrastrukturne projekte smo podržavali širom Vojvodine u blizu 40-ak osnovnih i srednjih škola. Mislim da to treba nastaviti taj rad i podržavati te projekte. Ova škola, osnovna škola u Subotici, ima poseban značaj, a pogotovo zbog mađarske zajednice, zbog obrazovanja na maternjem jeziku. Više od 500 đaka pohađa ovde nastavu. Smatram da je bitno da pružimo sve bolje uslove, pa i za fizičko vaspitanje naših deca. Ja očekujem da ćemo takve projekte i takav razvoj obrazovnog sistema finansirati iz pokrajinskog budžeta i bolje, u budući. Szoktuk társban mindig indokolt a beruházás, ugye Szerd Györgyi a Nobel-díjasunk alapján a jövő olyan, mint a ma oktatása, innentől kezdve mindaz a 200 millió dinár, illetve az idejében, csak az idejében az oktatási infrastruktúrás projektekre fordítottunk, és közel 40 iskolában tudtunk fejlesztéseket támogatni, az azt gondolom, hogy jó helyre került. Majsi úti általános iskola, szabadkai oktatás szempontjából, de különösen az anyanyelvi oktatás szempontjából kiemelten fontos. Nagyon fontos, hogy a testnevelés feltételét is tudjuk javítani, épp testben, épp lélek, de nem csak ebben gondolkodnak, hiszen az energiahatékonyság, a felszerelések vásárlása, a folyamatos fejlődés tapasztalható ebben az iskolában, ami azt gondolom, hogy példaként szolgált mindenkinek, és azt remélem, és abban vagyunk érdekeltek, és azért dolgozunk, hogy ilyen is hasonló projektek valósuljanak meg vajdaság szerte a jövőben is. Még egy kérdés, mivel a szerbül helyén voltam, elmondta, de magyarul nem, hogy mekkora ez az összeg, amelyet ugye tartományra. Hát csak az idejében több mint 200 millió dinár összegben támogatott a tartománytitkárság projekteket, és közel 40 iskolájában valósult meg fejlesztés.